Isti! A videót a notebook.hu támogatta. Link lent! Na sziasztok gyerekek, Fantasy VB! Itt vagyunk újra a Japán-Kolumbia meccsel. Szevasz, Patrick! Szevasztok! Üdvözlök mindenkit! Így van, így van. Egyértelműen most Kolumbia jobbnak tűnik papíron. Ezt minden alkalommal elmondjuk, hogy az előző meccs az egy olyan volt Patricknál, ahol én voltam a jobbik csapattal. Nézzétek meg mindenféleképpen, mi lett annak az eredménye. Bár úgy is látni meg ezek mindjárt a tabellán, úgyhogy tök mindegy. De ez egy jó meccs volt, érdemes lehet ránézni. Na! Fehér, sárga, fantasztikus, hát van egy Kagavám, aki 82-es értékeléssel van. Van egy Honda nevű emberem, 78, és Kawashima a kapus, úgyhogy érdekes lesz mindenféleképpen. Kemény meccseket küldünk itt össze-vissza nektek. Abszolút, izgalmasak, érdekesek. Volt már egy visszatekintve egy-két meccs, ahol teljesen eldőlt, de hát ez ilyen, ez egy VB, itt ezt nem lehet nagyon megkerülni. Én nem de voltak már meglepetések. De voltak már nagy meglepetések, volt már egy nagyon jó komoly kis comeback is. Ja, úgyhogy izgalmas. Nézegessétek. Úgyhogy, na végre már nem tudtam én. Én is már, igen, tudtam már mit mondjak. Na. Japan, ebben a stadionban micsoda, nem voltunk még. Micsoda csapat? A Ekaterinburg, tényleg? De voltunk már Ekaterinburgban szerintem. Nem. De emlékszem erre a catering szóra, mert az ugye ilyen étkeztetést jelent egyébként. És az fura volt nekem, hogy kitűnt nekem. Na nézzük, ez nagyjából egy kiegyenlített mérkőzés lesz. Igen. Hát ilyen nagy sztárjátékosok szerintem itt semmelyik csapatban nincsenek nagyon. Úgyhogy meglátjuk. Kolumbia. Japánokra vagyok kíváncsi, hogy játszanak. Jó! Nem. Kolumbia! Hát ez mindig így kezdődik, rúgok egy. Igen, egy ilyen luftot. Mondjuk azért Falcao az egy ismert. Most itt a igen? Kolumboknál. Aha. Uha, ez komoly volt. Jó Isten! Próbálkozz azért bombázni. James LeBron! Mennyire nem LeBron James? Csak így. De olyan szépen átraktál, mondom, azt elküldöm. Szépen, igen, nagyon szépen, nagyon kemény volt. Kawashima. Kawashima. Hogy beálltál elé? Mint valami hajó. Kawashima. Kawasaki. Milyen sérók vannak itt a japánoknál. Ott azért van? Van, persze, nyomogatják. Jajjaj. Jó lesz, hála a jó Istennek. Én egy 0-0-ra ki fogok ám egyezni. Azt érzem, valahogy nem érzem a támadásokat. Egyelőre még, aztán lehet, hogy ez majd változik, mert valamikor ez így változik. Hogy ezt így akkor átértékeled a dolgokat. Meglátjuk. Szerintem 0-0 nem lesz. Au, mekkora megakasztás. Az nagyon kelt az akasztás neked. Az brutál volt. Hangman. Uha. De egyből egy brutális kontra, öcsém. Jézus. Nem kellett volna elrúgnom, azt vissza kellett volna még húznom. Hát meg talán egy bepaszt. Lehet, hogy megért volna, nem? Hát ott voltak körülöttem. Ez igaz. Az igen, ott fent ülnek játékosok, vagy mik ültek? Hát mezbe ülnek, csak az fanok. Fanok. Fans. Húha. Possessioned az jobb. Egyértelműen. Jó. Bassza meg a Úristen, az egy nagy gól! Nem! Baszki! Pedig már ennyire készültem arra, hogy az gól lesz. Ez a James, ez kemény csávó. Jó ez eddig. Kemény. Egy ilyen fiatalabb Cristiano Ronaldo-t látok benne kívülről. Tehát csak a külsőségekről beszélek. Biztos ilyen nagy pussy destroyer amúgy. Jézusom, az azért necces volt. Aha! Hallod, még így gondolkozom, hogy kinek passzolok, azt látom, már nincs nálam labda, jó. Jaj, mi van? Baszki, beszapatott a partjelző. Felemelte a zászlóját, csak közben nekem, hogy már mint egy előtt. Asszus, nem bírunk tovább menni amúgy. Sehogy sem tudunk. Azt hittem izéles. Nem is rúgtunk még rá egyébként. Ajjaj. Jó. Ezek ilyen nagyon lagymatag lövések. Elsietem még őket. Hál' Istennek. Pedig neked már jó sok helyzeted volt amúgy. Japanese crossover. Ooh. Look at that! A Japanese crossover is deadly! Jó! Nem lett volna az rossz. Végre már valami helyzet. Megint ez a James még védelemben is király. Igen, mindenhol ő. Mindenhol, ez gyakorlatilag ő Kolumbia, kész. Lehet csak
ő, tehát csak ő játszik 11-szer. Jó! Neee! Akkor az egy japán gól, mennyire egy mag! Erre nem vagyok büszke, ezeket amúgy sem érzem egyébként. Neee, hát ez hát honnan? Hát ez nem tudom, ez nagyon, nagyon meglepett engem is egyébként, én mindjárt fogom fel. Kagawa! Ennek a Kolumbokhoz, figyeld, ezt ott is ének. Ja, ezt még visszanézzük. Ezt nézzük meg, hát ez mi volt? Azt a mindenit. A semmiből egy gól. Abszolút a semmiből, tehát nem hittem volna, tényleg. Nem gondolom. Sakai, Hiroki Sakai, Sakai Isti. Na jó, akkor megyünk tovább. Kolumbia. Hát úristen, jönnek ezek a gyors passzok, ezek meghűjítenek amúgy. Én is beadom valamikor. Szeretette ezeket a gyors passzokat azért? Igen, egyébként deadlik. Nagyon gyilkosak. Főleg akkor, hogyha meg is van az, hogy kinek adott folyton, és tök jól ki lehet hozni ilyen figurákat belőle. Jézus ereje, már is jön az... Baszki, azt hittem be, én is. Hogy néz ki? Azt a kurva! Olyan, mint egy ilyen dojo mester. Én lefogyott szumós. Tudod, milyen volt, mint a lefogyott izé a Tokyo Driftből, tudod, az a medvekarmos, akit így el kellett izé kérni a zsét. Aki leköpte a izét, a csávót. Kajak! Aki ott így, ja, valami... Aki járt a csajja, nem? Ne, a nagy boss? Nem a nagy boss, hanem annak az ilyen kis csicskája az, vagy hisztizik egyszerűen, megveri a... Ja, mit tudom én már. Nem tudod te már azt, én viszont itt valószínűleg nem nagyon lesz abból gól, bassza meg, pedig mennyi csoda játék volt az. Igazi japános. Japános? Olyan szefis. Gyerünk. Nem animés. Animé, a nagyon nincs elkedős volt. Na. Jézusom, miket csinálunk, nagyon elbízzuk magunkat itt. Nagyon brutális. Kéne erőket adni azokba a passzokba. Uha. Jó! Ott van! Ne! Nem mondod! Azt a mindenit! Érdekes, hogy mert sokszor nincs benne a játékodban, és így bum! Úristen, beleállt a seggébe a bot! Igen, nincs benne, tehát ez totál esélytelni, totál ilyen káosz volt. És azt a bal lábbal. Jól láttam? Jól láttam szerintem. Yeah. Na ez viszont rendben van. Shinji Okazaki. Ez ilyen szamuráj, tudod, aki így maszk mögött van, de amúgy leveszi, és amúgy ilyen azt a haver, egész jó vagy. Japán Tarzan. Japán Tarzan, így is lehet fogalmazni, igen. Menjen, nincs olyan Japán Tarzan, na, give me that bag. This is the sushi ball. Hoppá. Jó, beállunk a lövés vonalakba. Kamikaze jellege, jó. Nem megy kapura. Nem fújta le. De! Jó, na, most hallottam. Itt, de ilyen nagyon sunyi izé síp, ilyen kis fink sípolásokat. Én nem hallok semmit. Én most hallottam, csak véletlenül egyet így pitt, de így ennyit így pitt, de így mondom, jó, akkor lefújta ezek szerint. Az ilyennél kicsit magabiztosabb fújásokra számítok majd az igazi VB-n. Hogy az így hallatszódjon már, hogy valami történt is. Na hát eddig srácok, 2-0-ás japán vezetés, egészen meglepő, az a csávónak a haja azt, hogy kérdezném, ez a Beatles korszakban maradt. Jaj! Jó, hagyjuk a... Jó, oké, jó. Kicsit megszédítlek. Megint nincselkedünk. Ajajaj! De haja, szar passzok amúgy. Mit tudom én? Uff. Iha. Nem? Vedd már el, hát oda ment szinte neked. Ija. Túlment. Igen, nem sértődik. Uha. Azt a mindenit, rúgd be! Rúgd be! De kár, érte? Hát ez mekkora egy zicser volt, amit kimaradt. Hát mindjárt elsírom magam. Nehogy másért meg... Rúgtam egy kurva öngolt, vagy mi öngolt? Rúgtam egy kapufát. De lesérült az egyik japán, nem baj, gyorsabban hílelődik. Gyerünk! Majd iszik rá valami zöld teát, az jó lesz. Ezt a köcsöket. Azt a kurva. Még te is meglepődtél az, hogy már ott volt a labda előtted. Meg! Zapata! Vagy mi az? Kettes? Kettő apata? Mi volt az? Zapata? Hoppa sárga! Zapata az, igen. Christian. Osaka. Osako.
Na. Húha. Fú, azért nagyon erőtlenek ezek a passzaink amúgy. Igen. De hiába húzom fel amúgy erős, akkor is ilyen erőtlen lesz, ilyen fing. A védelmetek jó amúgy. Igen. Az ilyen egészen pontos. Gondos csontos. Igen. Hoppá, bazeg. Jó. Jézusom! Nagyon megvitt az engem! Jó! Na, szép volt! Azt arat, ez a játék mi volt, hallom? Ez nagyon, nagyon káosz volt, gondolom. Hát ez itt gurulsz, itt körözzöl össze-vissza, mint egy hülye. Ezt így bemet. Az a csáv. Az a nem szorakodó, az ilyen... Az ilyen Yakuza tag. Nézzek, Yakuza! Oh! Az úgy néz ki, mint én, egy kicsit így messzköm. Ha japán lennél, így néznék ki, tesó. Ugyanaz a sérótok van. Bement, tesó, a fodrászatba. Give me the Anfield. Ennyi. Ujjajjaj, ott nem tudunk mit kezdeni általában. Ó, mekkora védelem, mekkora védés. Följön Sakai. De volt már fönt egy Sakai. Sakai meg a diós parfüm, abban járok, bátya. Akkor jó. Volt már szögletből gól. Most nem az. Aha, mi úgy ment oda az a labda? Hudaljas! És nincs ott senki lepattanónál. Így ekkora mázli az amúgy. Uff. Az a baj, még benne van, hogy egyenlít, ez simán. 77 perc, 77. perc vagyunk. Come on. Gyors passzaid. Beszarsz a japánoktól, az a helyzet. Come on! Get down! Kurva anyádat! Hát, izé küzdősportnak. Hoppá! Az nem lesz kapufa. De, bazi, kivédi! Azt a mindegy, micsoda védés. Azt a mindegy, micsoda védés. Ez jó volt. Az nagyon szép volt. De mennyire ráugrott, de szép védés volt. Na, még egy japán szöglet. Ojjajajajaj. A japánok egész jó szögleteket rúgnak amúgy az a helyzet. Igen. Egyik velük érzem talán egyedül a szögletet, valamennyire. Ojjaj. Jó! Ujjaj. Utolsó opciód lehet. Megint ez a káoszos támadásod. Bassza meg! Azt hittem egy pillanat, hogy egyenlítés lesz ebből. Tesó, azt én is azt hittem. Már éreztem a 2-2-t, már Igen. Itt volt a szaga. Aha. Arról hattam. Ne. Na már jön a... Ijjaj, utolsó mencsvár, Patrik. Ne. Jó. Nekem jó. Ne. 2-1, srácok. Japánnak. Basszus, pedig benne volt az, hogy felhozod és hogy egyenlítesz, de sajnos ez nem jött össze, illetve nekem nem sajnos. Japán, 3. És... Yeah. Mi ez? Mi volt ez, amit te nyomtál? Kolumbia pedig 0 pont, ugye? Yeah. Yeah. Na jó van, jöhet az out! Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey. Hey. Hey.